Na srácok, a mai videóban, hogy már tegnap említettem, ugye lejátszottuk az utolsó kickoff mérkőzést ebből a kickoff szériából, és ugye, ahogy említettem a videóban, ma meg megpróbáljuk befejezni az albumot, ez még nem album bemutatom, nem lezárás, csak hiányzik nekem három lap, és még mielőtt itt nekiállnánk a bontogatásoknak, hiszen van itt egy, kettő, három blister, illetve egy prémium csomag a különleges kártyák miatt, illetve még nek kellene ezeket kibontani, nézzük is meg, hogy mi az a három lap, ami nekem hiányzik, és reméljük hogy most sikerül kinyitni. Hát az első rögtön itt van az elején, méghozzá a Topmaster, a Ronaldo, úgyhogy reménykedem, hogy a blisterekből jönni fog az a Ronaldo Topmaster, de ha most nem jön, akkor majd a Mr. V.S. Mrs. közben, hiszen a Nordic csomagokkal szombaton fog kimenni a videósrácok, ez véletlen király lesz. Na de menjünk is tovább, itt az alapkártyák megvannak, meg az összes fans favorite, úgyhogy lapozzunk el a... Hát majdnem a végéig, hiszen itt van nekem még a olasz Maestro and Prodigy lap, ami hiányzik, illetve van itt nekünk még egy Multiple Power Trio kártya, ami nincsen meg, minden más megvan srácok, úgyhogy erre a három kártyára kell vadászni. Úgyhogy én azt mondom, hogy még nézzük meg a sorszámát, ugye Ronaldot meg az olasz uh, Maestro and tudjuk, de itt még ami mi hiányzik nekünk, az a 375-ös, az nem is tudom, hogy milyen kártyáról van most így szó hirtelen. Úgyhogy én azt mondom, hogy uh, bontsunk ki egy blisztert, a prémium csomagot meg majd itt a közepén valamikor ellőjük, talán majd itt a második blister után, úgyhogy most még limitáltakat is Bontani fogunk bőven. Ugye egy ilyen blister 1750 forintba kerül, van benne két csomag és három limitált kártya. Úgyhogy nézzük srácok, nagyon izgulok. Nagyon jó lenne itt videóban együtt befejezni az albumot. Ugye volt már kettő ilyen próbáljuk meg együtt befejezzük be együtt az albumot, ugye lényegében ott is megpróbáltuk, akkor nem jött össze. Csak egy-két kártyát tudtunk belehelyezni. Nézzük először a limitáltakat. Az első egy ginter alatta ott van egy Yilmaz, de aki nekünk még fontosabb, bár ez a Yilmaz, hogy a futballkárcón elnyerte tőlem, viszont most visszakaptam ugye a múltkori Mr. háborúban, viszont alatta Sigér Dávid. Sigért azért már nyitottuk pár limitált formájában, azt hiszem a harmadik Sigér limitált. Na se baj, ide tesszük szépen ezt az albumot, még egy kicsit kitolom, hogy a képből majd is visszajön a szerepe. Bontsuk itt az első csomagot, Nézzük, hogy sikerül-e kinyitni azokat a kártyákat, amikről ugye szó van. Fandenbik a hollandoktól, aztán Ryan Jack skótoktól, Ferran Torres spanyoloktól, van nekünk egy Claesson a svédektől, Frank de Jong hollandoktól, Megvájör az angoloktól, egy kódlap, amit félre is teszünk, és nézzük. Egy pekárik alatta pedig egy Kramaric horvátoktól, Golmesin, úgyhogy az első csomagból nem jött nekem hiányzó lap, de van még bőven csomag, srácok. Hát ezt még kibontjuk, ezen kívül lesz még négy, meg hát ne felejtsük el, ott van a prémium csomag is. A Vász Dánoktól, aztán Augustinson Svédektől, Ijazici, Törököktől, Münierrel legyik leggyakoribb lap a belgáktól alatt azon, mert hát ők mindig párban járnak. Aztán egy pojánpáló a finnektől, és a fókusz itt hát jól elment, kicsit akkor a blisztereket kipakoljuk. Na, fókusz se, hogy se? Na, azért nem. Szóval Páló a finnektől, itt a kódlap, két különleges, ugye, Varán, franciáktól, és hát Maestro and Prodigy a típusnak megfelelő a svédektől, Iszak és Berg, úgyhogy továbbra se jött az alap, amire mi vadászunk. Hát bontsuk itt a következő blistert, és reméljük, hogy itt már benne lesz. Hát nagyon reménykedem, mert tényleg az elejétől fogva egyszer se sikerült kinyitni még, nem is az, hogy kinyitottam, és ugye futballkárcon elnyerte tőlem, hanem konkrétan tényleg egyszer sem jött. Úgyhogy nagyon ritkák. Van nekünk egy ármolenkong az ukránoktól, aztán alatta egy cufár a csehektől, illetve egy perisic még a horvátoktól. Szépen kipakoljuk a limitáltakat is. Járvolenkot ugye már nyitottuk, még a normál blister háborúban, srácok. Ha nem láttátok volna a blister itt lesz egy lejátszási lista FCHVS SCH. És akkor ugye a normal blisterből három ukrán limitált jött, úgyhogy ukránok, ukrán csapattal találtam lényegében fel. Na de bontsuk a sima csomagokat. Van nekünk egy uh, Luke de Jong a hollandoktól, aztán megbörni a skótoktól, Ánszuffáti a spanyoloktól, alatta viszont Langádám, ugye a magyar válogatottból megy is ide szépen félre, van egy Kastány a belgáktól, illetve egy Elvedi. Svájcból, itt van a kis kódlap, nézzük is, egy kucka a szlovákoktól, alatta pedig egy Mário Fernández Shining Star az orosz válogatottból. Hát nem hálásak a csomagok, srácok. Nagyon nem akarják dobni azokat a lapokat, amik az albumomból hiányoznak. De hát ha, hát ha összejön. Nézzük is. Van nekünk egy Cancelonk a portugáloktól, Ampadu Velsből, aztán Rabiot franciáktól, Pukki a finnektől, Olson a svédektől, és Szesnya a lengyelektől. Topmaster nem is jött, srácok, két blister kinyitottunk, és nem jött Topmaster. Az egyik különleges lapunk egy Höbjer Kiplier Dániából, a másik pedig ugye egy finn mez. Úgyhogy eddig eléggé sikertelen ez a próbáljuk meg együtt befejezni videó. De nézzük a prémium csomagot, közben itt a Family Frost eléggé beletrolkodik a videóban az ablak alatt. Már remélem annyira nem hallatszódik, bár, bár eléggé hangos volt. Ugye egy ilyen prémium csomagból már egy egész diszpléjjel nyitottunk még itt korábban. Azt a videót nem látátok van, itt meg tudjátok tekinteni jobb felsőbe. Kibontottunk egy egész Display-t, megnéztük az összes prémium limitáltat. Úgyhogy nézzük, hogy most milyen lapokat ad nekünk a prémium csomag. Egy lenglettel kezdjük a franciáktól, aztán Lukaku, van nekünk Wilsonunk, egy Alioskink és a Macedónoktól, illetve vidrám még a csehektől. Itt van a prémium csomag kódlapja. És a különleges lapok, ugye, ami miatt megvettem ezt a csomagot, hogy nézzük, hogy hát, ha innen jönni fognak, az a Power Trio, meg még a Meister and Prodigy. Egy Power trio van a lengyelektől, alatta itt van a Premium Limitált, kártyánk, kancelónk, portugáloktól, van még egy elmász, van nekünk egy buszkec, illetve van még egy gulácsink. A gulácsnak nagyon örülök, mert ugye magyar nyitni mindig nagyon jó. De nem jöttek, srácok, nem jöttek azok a különleges lapok, amikre mi itt vadászunk. Úgyhogy egy blisterünk maradt összvisz, két csomag, hogy ez a videó sikeres legyen. Hát két csomagból azt a három lapot, hedi nem sikerült kinyitni. Hát elég nehéz lesz, de hát reméljük menni fog. Reméljük menni fog. Limitáltakat nézzük először. Van nekünk egy varán franciáktól, aztán egy Willy Orbán. Vili Orbán még meg se volt, mekkora király, úristen örülök neki. Alatta pedig van még egy Fabiánszki, hát Vili Orbánt ide tesszük Sigérhez, és akkor meg a másik két limitáltot is ide felhelyezzük, úgyhogy bontsuk itt a csomagot, és nézzük, hogy milyen lapokat sikerül nyitni. Timméteket gyorsan átpörgetjük, Duda, aztán Freuler, utána Bonucci, van nekünk még egy Delikt, ugye, aztán egy Pickford, illetve van még egy Stepanenko, meg a Kódlab. A két különleges, az egyik egy Alderweireld, a belgáktól alatta meg... Hát ilyen nincs, hogy ugyanaz a Maestrand Prodigy jön a svédektől, akit nyitottunk az első blisterben. Hát srácok... Hát erre nehéz mit mondani igazából. Egy csomag maradt, hogy, bete hogy százszázalékos legyen az album. Reméljük, legalább egy kártyát, egy kártyát, Panini, kérlek, egy kártyát adjál nekünk. Egy Vász újra, Augustinson újra, Jezici újra, Zsao Félix, aztán Emrecsán, Kurtová, Kódlap, Topmaster se nyitunk. Nézzük, Zsirkov, illetve van nekünk még egy Zsao Félixünk, Secret Hero Portugáliából. Itt srácok, nem sikerült kinyitni azokat a lapokat, amiket nekünk kell az én albumba be kellene helyezni, Hát reméljük a Nordic csomagokkal a Mr. VS Mrs. során, hiszen ott azért kinyitunk fejenként 6-6 Nordic pakkot, úgyhogy elég király lesz összesen 12 csomagot, szombaton délelőtt jönni fog a videó. Holnap pedig nyomni fogunk egy Forma 1-es minifém dobozt, pénteken ránézünk az olimpiai kártyákra, szombaton pedig Mr. VS Mrs. vasárnap pedig az még kiderül, de szerintem egy jó kis kickoff fogunk találkozni, és ilyen kikkofos hétvége lesz. Csak srácok, ez lett volna ez a mai videó. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg, és találkozunk holnap a következő videóban. Addig is legyetek jók, sziasztok!